A június 14-től 19-ig tartó eseményen minden idők legnagyobb magyar csapata, 75 versenyző, a kísérőkkel együtt 103 fő vesz részt. A két csapat sportág a kézilabda és a kosárlabda mellett atlétikában, kerékpárban, tornában, úszásban, teniszben és judóban lesz kiért szorítani ezen az európai mini olimpián. A fogadalomtételt a videón bejelentkező korábbi többszörös olimpiai fesztivál győztes és olimpiai bajnok Risztov Éva után mondták a fiatalok. A legnagyobb európai utánpótlás sportsereg szemlén két egri fiatal is lehetőséget kap. Az egri úszóklub versenyzője Szilvási Gréta 200 méter vegyesen kvalifikálta magát. Egy versenyszámba, saját versenyszámba indulok, a 200 vegyesbe, a szerdán lesz, és bízok benne, hogy betesznek a keddi gyorsváltóba, és akkor ugye még abban fogok úszni. Az egri városi sportiskola 90 kg-os judósa Rudinszki Ádám Európa-bajnoki 5. helyjel és Európa-kupa érmekkel melegített erre a versenyre. Országonként csak 4 fiú és 4 lány indulhat, ezért valószínű kevesebben is leszünk a súlycsoportomban. Én olyan 20-ra tippelek, viszont az a 20 az valószínű a legjobbak, úgyhogy lehet, hogy 1-2 meccsel kevesebb lesz, de azok keményebbek lesznek. Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke kiemelte, egyre több olimpikon mondhatja el magáról, hogy az első nagy sikereket az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválokon érték el. Tulajdonképpen egy normális dolog, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság támogat egy ilyen rendezvényt. Az utánpótlásból tudunk meríteni, ha minél szélesebb bázisra tudjuk tenni az adott sportágakat, akkor biztos vagyok benne, hogy ebből az adott bázisból minél több tehetség tud kikerülni, és minél többen tudnak majd egy nagy olimpián, világversenyen részt venni. A 15-17 éves korosztály 9 sportágban rendezett kontinens vetélkedője az olimpiai játékok összes jogosultságával rendelkezik. 4 év múlva, 2017-ben Győr lesz a 14. Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál házigazdája.